Castel Nuovo, vagy ismertebb nevén Maschio Angioino, Nápoly leghíresebb építménye és egyben jelképe. A vár 1279 és 82 között épült, Anjou Károly megrendelésére, kivitelezői pedig neves francia építészek voltak. Felépítését elsősorban az indokolta, hogy a nápolyiak egy olyan helyen szerették volna felépíteni leendő uralkodói központjukat, miután a királyi központ Nápolyba helyeződött át, amely összeköttetés biztosít számukra a tengerrel. Megépülését követően sokáig lakatlan maradt, ám II. Károly uralkodásának idején a királyság székhelye átkerült a Castel del Ovo-ból a várfalai közé. Az építmény felépülését követően számos történelmi esemény helyszínéül is szolgált, ugyanis például 5. Celestin pápa a Csarnokában mondott le pápaságáról, és a helyére kinevezett 8. Bonifácot is itt nevezték ki pápává. Bonifác azonban, mivel szabályosan rettegett az Anjou királyok hatalmától, félelmében Rómába költözött szolgálatának teljesítése érdekében. Ezt követően a Castel Nuovo-t kibővítették, falait tovább díszítették, amellyel az olasz művészet egyik ikonikus épületévé nőtte ki magát. 1347-ben első Lajos király hadai kifosztották, melyből kifolyólag helyreállítására csak első Johanna királynő regnálása idején kerülhetett sor. Az újonnan elkészített várat a felújítást követően több alkalommal is megostromolták, de mindegyik bevételnek ellenállt. Hanyatlása végül II. Johanna uralkodása idején kezdődött el, amelyet Nápoly 1494-ben bekövetkezett feldúlása után a város spanyol kézre történő kerülése csak még tovább fokozott. Olyannyira megsínylette a tulajdonosváltást, hogy jelentőségét teljes mértékben elveszítette, mint központi királyi rezidencia. A spanyol megszállást követően a spanyol királyok használták ideiglenes uradalmi lakhelyként, utolsó, a falai között megkoronázott királya pedig III. Károly volt, akit 1734-ben koronáztak meg ezen a helyszínen. A történelem során azonban nem csak királyi központként jutott szerephez, ugyanis Csarnokában történt meg a híres bárók összeesküvése első Alfonsz fia ellen, valamint 2006-ban a Nápolyi Megyei Tanács gyűléstermeként is funkcionált. 1799-ben a II. Nápolyi Köztársaság idején a városi direktórium székelt a várban, majd várbörtönként is használták, ugyanis ide börtönözték be a lázadókat. 1860 után a városigazgatás hivatalai működtek benne, 1990-től pedig város történeti múzeumnak ad helyet. Utolsó felújítására 1823-ban került sor. Castel Nuovo legkiemelkedőbb jelentőségű épületrésze a kapuját díszítő diadalíve, amelyet a majorkai származású Guillaume Sangrara készített 12 éven keresztül, 1455 és 1467 között. Emeleti és földszinti szegmensében egy dombormű látható, mely első Alfonsz király bevonulását örökíti meg. Az emeleti ív feletti szoborfülkéket a 4 erény és Szent Mihály arkangyal szobrai díszítik. Az épület bal sarkában a tenger felőli oldalon a Saladei Baroni névre keresztelt négyszög alaprajzú termet találhatjuk, melynek belsejét csillagalakú bordák díszítik több emelet magasságban. A vár egyetlen éppen maradt része az Anjou-korban épített várkápolna, melynek cibóriumát a 15. század végén készítették.
A kápolnából 147 lépcsőfok megmászásával juthatunk az egykor várbörtönként használt pincerészbe, illetve az imént említett Sala dei Baroniba egyaránt. A vár napjainkban a világörökség részét képezi. A listára történő felvételére 1995-ben került sor. Remélem tetszett nektek a mai videó, hogyha igen, ne felejtsétek el lájkolni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhessetek a legújabb tartalmakról. Találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!